A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Látrányi Viktória vagyok, ez pedig az ünnepi beszélgetések, és ahogy azt már megszokhatták napról napra, hétről hétre itt az ünnepi időszakban, érdekes témákkal, érdekes vendégekkel jelentkezünk, és egy kicsit visszatekintünk a 2023-as esztendőre, valamint a 2024-es év várható eseményeiről is szót ejtünk. Stúdiónk vendége Pokromenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is, és köszöntöm a nézőket. Azt hiszem, hogy a Szent István Király Múzeum szempontjából mindenképpen elmondható, hogy a 2023-as esztendő különösen gazdag volt, és számos kihívást és érdekességet is tartogatott, hiszen a rendház épületben fantasztikus új kiállítások nyíltak, de egy új kiállítóhellyel is gazdagodott az intézmény. Gyakorlatilag elmondható összességében, hogy ez volt az első olyan teljes év, mióta igazgató vagyok, vagy most már főigazgató, hogy sem pandémia, sem egyéb módon nem kellett megszorításoktól olyan mértékben korlátozni a rendezvényeket, mint előtte. Természetesen most is a rezsiválság azért még érintette. A rezsiválság még természetesen az év elejét érintette, ugye ott a téli hónapokat főként, de a nyárnak már azért úgy tudtunk neki indulni, hogy már sem bezárások, sem egyéb olyan visszatartó erő nem fogott minket, mint az első pár évben, legalábbis nem olyan mértékben. Persze még mindig távol vagyunk attól az évtől, amikor azt mondom, hogy mindent elengedhetünk, de lehet, hogy ilyen már nem is lesz. Bár lehet, hogy nem is baj. Viszont ennek köszönhetően, tényleg, ahogy említetted, nagyszabású kiállításokat tudtunk nyitni, tehát a megújult rendház épülete olyan kiállításokat fogadott be, ami miatt a megújítás is született, tehát hogy ide hozhattunk egy munkácsi tárlatot, illetve a Hadtörténeti Múzeumnak nyílt egy nagyszabású kiállítása. Ez mindenképp egy nagy eredmény. Ennek ezzel kapcsolatban ugye szoros együttműködésbe is kerültünk a HIM-mel, szakmai konferenciák, közös kutatások és hát a kiállítás szervezése is kiemelkedő szakmai munka volt, mely a nagy közönség számára is látványos volt és megmutatta az eredményeket. A munkács az meg talán önmagáért beszél, nekem gyerekkori álmom volt, nem is tagadom, többször el is mondtam. 20 éves korom elején is én ugye ott voltam az első olyan kiállításon, ahol ez a pákgyűjtemény megjelent, akkor még csak néhány képpel, ide a rendházban pedig közel 80 értékes festménnyel, illetve grafikával érkezett ez a tárlat, és látszik a látogatói mutatókból is, hogy nagyon nagy érdeklődése tart számot. Igen, az is talán fontos, amit elmondhatunk, hogy egy új szerzeményt is itt mutattak be. Igen, ez mindenképpen megtisztelő mind a két esemény, tehát így egymás mellé került tulajdonképpen a pákgyűjtemény legelső darabja, illetve a legfrissebb szerzemény is, ami egyébként hasonló korszakot is odalállt munkácsi életében. Az is érdekesség, hogy Fehérvár külön extra tárgyal is tudott készülni erre a kiállításra. Igen, ahogy említettem, a pákgyűjtemény legelső képe, a ballada, az ábrázol egy régi neoreneszánsz széket, és a művészettörténész kollégák felfedezték, hogy a Szent István Király Múzeum gyűjteményében található egy olyan szék, mely teljesen úgy néz ki, mint a festményen lévő. Mi reménykedünk is benne, hogy talán ugyanazt a széket is ábrázolja. Tehát ez egy 18. századi neoreneszánsz kép, az Ybl gyűjteményt gazdagítja, és ez valóban Munkácsnak a párizsi műterméből származik. És ez a kiállításon is meglátogatható volt. Ugye a felvezetőben mondtam, hogy nagyszabású kiállításoknak adhat otthont az intézmény. Az Új Magyar Képtárban az évet a Petőfi 200 vándor kiállítás zárta, ez is egy fontos pont, de talán még inkább fontosabb az, hogy egy állandó kiállítással, egy új kiállító helyel is gyarapodott az intézmény. Kezdem az előzővel. Nagyon nagy megtiszteltetés ért minket, hiszen a Petőfi 200 emlékév keretében
a Megyeház, régi Vármegyeház utcai kiáltóhelyünkön, az Új Magyar Képtárban került megrendezésre az év utolsó felében, végén a Petőfi 200-hoz kapcsolódó nagyszabású kiállítás, ugye Tóth Norbert kurátor segítségével és a Nemzet Stratégiai Intézettel együttműködésben. Tulajdonképpen országhatáron kívüli turnéját itt Székesfehérváron zárta, most már itt az anyaországban ez a tárlat. Ezzel zártuk az évet, ez adta meg talán a pontot, az ire a 2023-as esztendőnek. És ahogy mondtad, nagyon nagy eredmény, hogy új kiáltóhellyel is gazdagodtunk. Eddig is 13 kiáltóhelye volt a Szent István Király Múzeumnak, tehát a megyei hatókörvárosi múzeumok körében így is kiemelkedő helyet foglaltunk el, és hogy egy ilyen nagyszabású tárlat, ami nem kisebb leleteknek, mint az egykori koronázó bazilika faragványainak ad otthont, és végre méltó helyre kerültek ezek a faragványok, mind raktározás, mind bemutatás szempontjából, ez nagyon-nagyon nagy szó. Nagyon régóta készült ez a projekt, és mindannyian nagyon örülünk neki, hogy 23-ban ez beteljesedett, és meg is nyithatta kapuit. Ugye nem véletlenül ez az új kiállító tér a koronázó bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központ nevet kapta, hiszen néhány száz méterre található a Nemzeti Emlékhely, ami az egykori királyi bazilika maradványait őrzi, és azoknak állít emléket. Ennek a területnek az életében is fontos új időszak volt a 2023-as év. Igen, hát visszatér még a, mit mondtál az előbb, igen, elválaszthatatlan a két terület egymástól, hiszen a kőfaragványok találhatók meg a látogatóközpontban, viszont nem felejthetjük el, hogy honnan származnak ezek a faragványok, és ez pedig a mostani Nemzeti Emlékhelyen, vagy ismertem nevén Romkertben lelhetők fel, vagy találták meg annó a kutatók. Ott állt ugyanis a koronázó bazilika, ami nemzetünk fejlődésének is egy kiemelt mérföldköve, illetve területe volt, és hát bizony 23-ban 85 éves volt az ott kialakított Nemzeti Emlékhely, melynek keretében több pályázatot is nyertünk, többek között a Magyar Géniusz Program megvalósítása is ekkor zajlott, és a hányatatott sorsú Abanovák szekkót sikerült restauráltatni, de ez természetesen önmagában nem lett volna elég, hiszen súlyos nedvesedéssel kellett szembenéznünk a mauzóleum falait illetően. Ezt injektálással sikerült valamelyest visszaszorítani, illetve még előtte az egész RS csatornát kiépítettük az épületen, és a városi szennyvízbekötés is megtörtént, hogy el tudjuk vezetni a csapadékot. Igen, ugyanakkor csodálatos új életre kelt, vagy újjá született a freskó, köszönhetően Lági József restaurátor munkájának, hogyha fogalmazhatok így. Igen, ez egy igazi művészi tevékenység volt tulajdonképpen, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Jóska elfogadta a felkérést, hogy ő restaurálhatta ismét a szekkót, ugye nagyon sokat dolgozott már a szekkóval előtte is, többször is volt alkalmazva, tehát már nagyon jól ismeri az egész falfelületet, ha lehet így fogalmazni, így azt hiszem jobb kezekben nem is kerülhetett volna. És ugye ezzel párhuzamosan, még szintén tudománynál maradva, az is nagyon fontos mérföldkő volt, hogy újraindulhattak a régészeti feltárások is a Romkert területén, mely elsősorban a városfalat célozták, de mégiscsak a koronázó bazilika előtt húzódó városfalról beszélünk, és hát természetesen a Nemzeti Emlékhely egy olyan kiemelt területén, ami akár újabb adatokat is szolgáltathat. Hát előző évben ugye nem zártuk le még teljesen ezt a feltárást, tehát idén még évelején még azért folytatjuk. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a talajradorozásnak is volt egyfajta eredménye, és a kutatás akkor folytatódik, ami egyébként a közösségi régészeti programhoz is kapcsolódott szervesen. Nagyon fontos, igen, hogy a közösségi régészeti programmal meg tudtunk szólítani olyan kollégákat, olyan lelkes vállalkozó szellemű
lehet így fogalmazni, amatőr régészeket, csak mi nem szeretjük ezt a szóhasználatot a múzeumban, akik jöttek, segítettek, végigkövették a feltárást, természetesen fémkeresővel is besegítettek, de ugyanúgy a fizikai munkából is kivették a részüket. Ezzel nagyban megkönnyítették egyébként a mi munkánkat is, nekik meg hát remélhetőleg egy maradandó élményt jelentett. Mi az, amiről már tudjuk, vagy tudható, hogy előkerült ezen a helyszínen? Nyilván még a tudományos vizsgálatok zajlanak, de azért egy-két érdekességet gondolom már elárulhat itt a nézőknek. Igen, én nem szeretek előre inni a medve bőrére, de tulajdonképpen azt már most elárulhatom, hogy maga a fal, amit keresünk, az gyakorlatilag előkerült a műemléki falazás alatt, és egyébként azt is láthatjuk, hogy a most a helyszínen kívül látható műemléki falazás, ami a városfal nyomvonalát ábrázolja, az jó helyre került megállapításra, illetve alatta több periódusban találhatók meg a falmaradványok, hogy pontosan ez milyen fal volt és hova tartozhatott. Ugye az előbb itt a városfalat említettem, nagy valószínűséggel városfalról beszélhetünk, de ezt ugye teljes bizonyossággal nem lehet egyelőre megállapítani ennyi adatból. Ugye nagyon nagy segítség lenne, ha olyan szerves anyagokat, például fa leleteket sikerülne találni, melyet rádiókarbon vagy esetleg dendrokronológiai vizsgálatok alapján tudunk korszakolni is, és akkor egy átfogóbb képet kapnánk az egészről, meg hát magának a szerkezetéről, ugye. Ugye az is tudható, hiszen erről már beszámolt több sajtóorgánum is, hogy előkerült például azt hiszem ágyúgolyó, faragott kövek és egy izgalmas medálion is, hogyha a medálionnak nevezhetjük, itt is nyilván még a pontos meghatározás várat magára. Igen, a pontos meghatározás még várat, már nagyon sok szakmabeli kollégát megkérdeztem egyelőre, még zajlik a behatárolása, annyit tudunk, hogy tehát valószínűleg törökkori vagy koraújkori leletről lehet szó, viszont ezüst maga az alap, és aranyozott kívül, nagyon szép kis leletről van szó, vagy egy ruhadísz lehetett, vagy egy medalion, ezt még pontosan nem tudjuk, ennek még zajlik a feltérképezése. Illetve az meg természetesen, ha ágyugójó vagy puskalövedéket találunk, hát ugye ezen a területen azért harcok dúltak, hát főleg 1600-as éveket, ha tekintjük, ugye 1601-2, amikor oda-vissza foglalták a területet. Itt látszik, hogy egyébként a városfal is vissza van bontva, vagy ez a fal, ami itt húzódik, vissza van bontva, ahogy említettem, több periódus is megfigyelhető. Ugye mikor a Mátyás bővítés is zajlott, a bazilika kibővítése, a gótikus átépítések, akkor is valószínűleg elbonthatták ezt a falat, későbbiekben a védelmi funkciók miatt ezt visszaépíthették, de ugye előtte húzódott a monostorbástya is, tehát lőtték is akár ezt a területet igen aktívan. Egyébként egy-két emberi csontot is találtunk, nem temetkezéshez köthető, meg ilyen önálló leletként kerülnek elő, de ez is azt mutatja, hogy igen, aktív használatban volt ez a terület. Talán az is érdekesség, hogy ez egyébként korábban még feltárásra nem került ez a szelvény, ahol most ugye a munkálatokat végzik, meg végezték is decemberben, illetve novemberben. Igen, ez is egy fontos helyzet, hogy olyan területet sikerült választani, ami jelenleg nincs beépítve, tehát nem kell burkolatot sem bontani, és a korábbi években legalábbis már a modern módszerekkel nem volt feltárva. Találtunk olyan beásásokat egyébként a mi kis szelvényünkbe, ami utalhat korábbi szelvényekre, akár még a Hanselmann érából, de ott közvetlenül a mi szelvényünk mellett húzódott például Kralovánszki Alánnak is egy kutató szelvénye. Ezeknek a nyomát valószínűleg sikerült megfigyelnünk, legalábbis a beásás ugye látszódik a területen, de úgy tűnik, hogy nagy részt érintetlen az a terület, amelyben mi ásunk. Ezt például onnan tudjuk, hogy zárt rétegeket tudunk egymás alatt fölött ugye megfigyelni, és nagyon kevés a modern
beásását. Nyilván a tetején van, de hogy haladunk lejjebb, ott már inkább a törökkor-korói-kor környékén, az látszik, hogy nagyon sokat hozzányúltak a területhez, tehát nagyon nagy átrendezések voltak, akár évente, évtizedeként is történhetett egy-egy ilyen területrendezés azokban az időkben. És hát bízunk benne, hogyha lejjebb megyünk. Egyébként a talajvíz egy-két helyen már feljött, úgyhogy nagyon mélyre már nem tudunk menni, de ha még egy kicsit lejjebb megyünk, akkor bízunk benne, hogy korábbi időszakot is sikerül feltárni. Egyelőre a késő középkor a legmélyebb rész, amit egyelőre megfigyeltünk. Ha már a középkornál tartunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a város középkori történelmihez nagyban hozzájárul, bővíti az ismereteket ez a feltárás is, illetve a Rijkszamina által vezetett díszudvar feltárása is. Igen, a 23-as esztendő olyan szempontból szerencsés volt, vagy szerencsétlen az nézőpont kérdése, hogy kevesebb nagy beruházás érintette a megyénket, így több olyan feltárása volt lehetőség, ami vagy tervásatásként indult már ele, vagy régészeti szakfelügyelet mellett lehetőség volt feltárást végezni. Hát ilyen volt ugye a Szabinái és a díszudvaron. Nyilván erről ő tud részletesebben beszélni, de ott is szép eredményeket sikerült elérni, tehát középkori épületrészt tártak fel. Meg pincebejáratot, hogy jól emlékszem. Pincebejáratot találtak, úgyhogy mindenképp új adatokat szolgáltatott a város történetéhez az is. De említhetném például kis Alexa kolléganőmet is, aki ugye a római korral foglalkozik többnyire. Ő például Bodajkon végzett tervásatást, illetve Szabadbattyánba kutatta ugye a Szeuzó palotának nevezett épület komplexumot is, ott ugye az egyik fűtő csatornát sikerült megvizsgálnia. Igen, vagy akár Csákberényről is beszélhetünk, ahol most már hosszú évek óta hagyományosan a közösségi régészet program keretében is nagyon népszerű az a feltárás, ami László Gyura korábbi ásatását folytatja. Hát ez gyakorlatilag már hagyományos feltárásnak tekinthető, így igaz. Például itt nagyon szép számmal jelentkeznek a közösségi régészetben dolgozók, jelentkezők, tehát gyakorlatilag itt már elértük azt az állapotot, amikor már van, hogy vissza is kell mondanunk jelentkezéseket, mert egyszerűen már lelőhely nem bírja el, tehát mikor itt 20-30-40 ember egyszerre jelentkezik, ez már nagyon nagy szó önmagába is, és nagyon szívesen jönnek az emberek ezekre a feltárásokra, nagyon népszerű, de maga a lelőhely is egyébként szakmai szempontból is természetesen már csak az, hogy László Gyula hagyományát is folytatjuk vele, ápoljuk vele, de hát a kutatás szempontjából is új adatokat szolgáltat ezzel a korszakkal kapcsolatban. Ugye a közösségi régészeti program is egyfajta közösségi aktivizációt elérő eseménye a Szent István Király Múzeumnak, vagy esemény sorozata, de gyakorlatilag vannak már olyan hagyományos programok, meg új kezdeményezések, amik szintén nagyon jól megszólították a közösséget, és több ezer ember látogatott el ezekre a programokra. Egy kicsit összegezzük ezeket, hogy mik is voltak. Igen. Tehát van egyfajta, igen, ilyen közösségi régészet, vagy közösségi szakszolgálat jellege, ami egy picit ilyen munkásabb, és ott bevonjuk a közösségeket, meg természetesen vannak olyan programjaink, amik inkább ilyen népszerűsítő, vagy olyan jellegűek, mint például előadások, koncertek, kicsit könnyedebb műfaj, ami van nagyon szép számmal érkeznek szintén látogatók. 23-on mindenképp szeretném kiemelni Matusz János munkásságát, ugye ő már a Szent István Király Múzeumot erősíti, és vele alkottuk meg az úgynevezett régész színházat, mely olyan nagy sikert aratott, hogy nemcsak, hogy teltházas előadásokat hozott, hanem megvásárolták tulajdonképpen ezt a darabot, és több helyszínen is sikerült lejátszani. A városban is nagyon nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy bízom benne, hogy 24-ben is tudjuk folytatni ezt a szép, remélhetőleg hagyományá váló eseményt. Ugye a múzeum főépületének, a rendháznak van egy hangulatos kis díszudvara,
ide képzelte el János ugye eredetileg is ezt a darabot, de egyébként mondom, olyan jó sikerült, hogy szinte bárhol eljátszható. De mégiscsak ez a kis udvar adja meg azt a hangulatot, amihez íródott eredetileg, és nagyon jó az atmoszférája, akusztikája annak a kis udvarnak. Hát ebből kifolyólag zenés darabokat is szoktunk ott előadni, vagy bemutatni. Ugye a Múzeum Akusztik kezdeményezés is folytatódott, amely már ugye 2022-re nyúlik vissza, de 23-ban is nagyon nagy sikert aratott, szinte csak teltházról tudunk beszélni, és hát ugye a Királyi Napok rendezvénysorozatot se felejtsük, ahol múzeumunk most már többedik éve jelentős résztvevője az eseményeknek, és ezt így tervezzük idén is 24-ben. Ugye itt volt két különleges dolog is, egyrészt a Nemzeti Emlékhely is egy különleges előadásnak adott otthont, ami egy újfajta kezdeményezés, a történelmi hagyományokon is alapul, de mondhatjuk azt, hogy tehetséggondozás, hiszen egy fiatal fehérvári alkotó, Ferenczi Nagy Boglárka aktív közreműködésével valósult meg ez az előadás. Ugyanakkor ott van a különböző lovagi torna játék, aminek már egy kis ízelítőjét láthatták a 2023-as évben is a fehérváriak, illetve az ide látogatók. Igen, hát ebből még tényleg csak egy bemutató résszel rukoltunk elő előző évben. Ezt tervezzük majd bővíteni, ezt az eseményt. Ugye a múzeumnál nagyon fontos a hitelesség, tehát nekünk mindig arra kell figyelni, hogy olyan programokat adjunk, ami tudományos alapokon megáll, de ugyanakkor nyitni kell természetesen a nagy közönség felé, tehát hogy egy picit ilyen szórakoztatóbb jellegű előadásokkal, programokkal kell, hogy a nagy közönség elé álljunk. És a Királyi Napok erre remek lehetőséget ad, és ez a lovagi torna ötlete is, mert a kollégáim részleteiben menően már kidolgoztak, egyébként több éves időszakot fed le, és tudjuk bővíteni évről évre, hogyha lehetőséget kapunk rá, és a nagy közönségnek is elnyeri a tetszését. Tulajdonképpen és egy picit lehet mondani, hogy elrugaszkodik a hagyományos múzeumi léttől, múzeumi világtól, de ugyanakkor természetesen mi látjuk benne azokat az értékeket, ami a múzeumhoz is köti ezeket az eseményeket, és hát itt is ugye közösségeket, hagyományőrzőket is bevonunk, és egy... Ebbe tulajdonképpen az is a jó ebbe a tornába, hogy ez egy sport. Tehát attól függetlenül, hogy középkori viseletben harcolnak egymással, úgymond lovagi módon, de tulajdonképpen nem tudjuk előre, ki fog nyerni például. Tehát azok az ütések valódi ütések. Igen, ezt láthattuk. Igen, közelről egyébként elég félelmetes is sokszor. Természetesen azért vigyáznak egymásra a versenyzők, de ez egy igazi verseny. Nem is irigylem őket egyébként, abba a viseletbe 40-50 fok is lehet, és 20-25 kiló egy ilyen ruha, ha jól tudom, de akár 30 is lehet. Tehát igazi férfias sportról beszélhetünk ebben az esetben, és nem megírt forgatókönyv alapján zajlik, még egyszer hangsúlyozom, tehát ők maguk sem tudják, hogy éppen ki fog nyerni, vagy ki lesz a torna győztese. Ezt természetesen még meg lehet fűszerezni egyéb módon is, de ez már a 2024-es évnek lesz majd a meglepetése, ha így lehet fogalmazni. Hogyha már az igazi versenynél tartunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy idén Gorziumban egy nagyszerű kocsihajtó verseny is megvalósult, ami abszolút megint csak a hagyományokra épült, és talán az is fontos, hogy Gorziumban a Florália rendezvényen talán a pandémia előtti időszak látogatószámát most már kezdi elérni a rendezvény. Igen, egy picit nehezen álltak helyre a látogatói mutatók. A pandémia után nehezebb volt visszacsábítani a célközönséget,
bár az olyan Florália, mint márkanév, vagy mint brand önmagában azért egy 2-3 ezer embert meg tud szólítani, bármi legyen is. Ezt nyilván lehet fokozni egyéb módszerekkel. Szerencsére idén is több ezeren látogattak ki Floráliára. Gorziumban mindig igyekszünk a hagyományokat is ápolni ilyen módon, és akkor egy-egy ilyen elemet visszahelyezni, akár a Florália keretén is, de akár önálló rendezvényként is bemutatni. Hát például a Florálián, igen, ahogy említetted, ilyen volt ez a fogadhajtó verseny. Egyébként nagyon népszerű volt, és nagyon izgalmas volt nézni is. Picit féltem is, hogy kicsúszanak ott a pályán. Szerencsére ilyen baleset nem történt. Ugyanakkor nagyon izgalmas volt ez is. És Floráliánál próbálunk egy picit játszani az uralkodó személyével is. Több uralkodó is járt, vagy járhatott Gorziumba, vagy ezen a területen, a Pannónia egykori területén. Ezért nem mindig ugyanazok a programok teljes mértékben évről évre, tehát érdemes minden évben ellátogatni a Floráliára. Beszélgetésünk végén még arra szeretnélek kérni, hogy amikor egyeztettük a mai találkozót, akkor azt kértem tőled, hogy hozzál magaddal valamit, ami számodra fontos. Hát az idei esztendőben mit hoztál magaddal? Igen, és emlékszem, kérdezted előadás előtt, és én nem árultam el, hogy mi lehet az. Nagyon egyszerű, én egy jegygyűrűt hoztam, ami ugye mindig nálam van. És ennek az az érdekessége, hogy mint tárgyi értéke nem sok van. Ez elárulom, egy szimpla ezüst karikagyűrűről beszélhetünk, még csak nem is arany, vagy nem is fehér arany. Ennek az a története, hogy mikor a feleségemnek megkértem a kezét, illetve már az esküvőt terveztük, ott nagyon sok változás történt az esküvő szervezése alatt. Először úgy volt, hogy itt a Himmelházban lesz az esküvőnk, és akkor kaptuk a hírt, hogy Csókakői várban elkészült az a kis kápolna, melynek az alapjait, vagy hitelesítő feltárását mi végeztük pont a párommal. És ugye akkor még nem számíthattunk rá, hogy ezt akkor meg is építik. És ugye gyorsan megváltoztattuk az esküvőnek a helyszínét, viszont ugye nem fért be annyi ember se abba a várba, tehát időpontokat is változtatni kellett. Több helyszínen lett az esküvő, tehát de tényleg csak a szűk család fért be, ha jól emlékszem, 17 vagy 18 ember, és akkor másnap tartottuk a anyósomék telkén az úgymond lagzi részét, ahol már több embert is meghívtunk. Na, de visszatérve a gyűrűre, tulajdonképpen egy nappal az esküvő előtt mentünk el gyűrűt nézni, Dunói városba szaladtunk el, és akkor betértünk egy boltba, ott sajnos a méretünkben nem volt mind a kettőnk méretében megegyező karikagyűrű, és ezüstbe sikerült találni, úgyhogy de ez egy szép emlék, és az eszmei értéke az felbecsülhetetlen tulajdonképpen számomra. Úgyhogy ez a kis rövid története van ennek a kis karikagyűrűnek. Én köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Köszönöm én is a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, természetesen ünnepi beszélgetésekkel jelentkezünk még a Fehérvár Televízióban. Köszönöm, hogy itt tartottak és itt voltak velünk, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.